Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen egy szerelmi jóslás gyertya mágiával, amihez nagyon jól passzol ez a piros színű gyertya. A videó végén átküldöm az energiát, és figyelj oda arra, hogy melyik szó vagy milyen kép jut eszedbe ebben a pillanatban, hiszen ez egy lelki üzenet számodra, vagy tőled, vagy tőle, és én küldöm át hozzá az energiát. Itt látható egy kő, bizonyára tudjátok azt, hogy már 8 éve itt Mallorca szigetén élek, gyakran kimegyünk a tengerpartra, és a földközi tengerből hozom ezeket a köveket. Már van egy egész gyűjteményem, odafigyelek a formára, arra is, hogy milyen szimbolikus jelentése van. Most ezt a követ választottam a földközi tengerből, és leírhatjátok a kommentárba azt, hogy mi jut eszetekbe. Én egy szívet látok itt, de ez lehet egy háromszög is, mint például egy hármas kapcsolat, azt is jelentheti, hogy valaki beleavatkozik a dolgokba, de ez a hármas szög jelentheti azt is, hogy van kapcsolat köztetek, és lesz egy új irány, lesz egy kiút, lesznek változások. És mit mutatnak a kártyák? Itt kiesett egy kártya, ami azt jelenti, hogy el akar távolodni. Itt erről a szobáról van szó. Lehet, hogy eddig úgy gondoltad, hogy változtatsz valamit az otthonodon, vagy lesz új bútorvétel, de mivel ez a kártya kiesett, nem tartozik a csomaghoz, el akar távolodni, tehát ez most nem a megfelelő időpont arra ezeket a dolgokat tervezni. Ez a nappali szoba, ami most kiesett a csomagból, lehet egy meghívás vagy egy látogatás is, de mivel kiesett, nincs itt, eltávolodik, tehát nem a megfelelő időpont valakit most meglátogatni, például a szülőket, vagy a családot, hanem légy kicsit türelmes, majd eljön ennek is az ideje. Itt látható ez a férfi, és töpreng valami felett. A feje fölött megjelennek a halak, azok utalnak az anyagiakra. Lehet, hogy van nála most veszteség, vagy kiadás, vagy vannak félelmek, hogyan tovább az anyagiakat, a munkát, a hivatást illetően. De nincs oka arra, hogy túl sokat töprengjen, hiszen a körülötte lévő kártyák nagyon előnyösek. Itt ez a kasza elvágja majd ezeket a gondokat, problémákat, ezeket a szomorúságokat, és számára fontos lenne az, hogy kezébe vegye ezt a kulcsot, legyen magabiztos. Itt le lesz zárva valami, ami fölött ő még töpreng, lesz egy új kezdet, hiszen ezzel a kulccsal kinyílik majd egy új ajtó, ezek a lehetőségek. Sőt, látható itt egy jó hír, és ez a jó hír egy vonalban van a halakkal, ez lehet egy szerződés vagy egy nyeremény is. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és nálad is megvan ez a jólét, a nyeremény, egy jó hír,
azon kívül látható az is, hogy mennyire jó indulatú vagy vele szemben. Lehet, hogy ő most szomorú, mert gondjai vannak, de te segítheted őt. Legyen meg a kapcsolat, légy te is magabiztos. A halak nem csak az anyagiakat jelentik, hanem a belső értékeket is. Mutasd ki azt, hogy ő értékes számodra, és bízz abban, hogy te is értékes vagy számára. Itt a kasza jelent változásokat, ez mind olyan hirtelen jön, amikor nem számítasz rá, de itt lesz egy jó hír, amennyiben ez a levél egy meghívás, itt láttuk, hogy a nappali szoba kiesett, tehát nem kell azonnal meglátogatni valakit, vagy ez a meghívás túl korai, de ez a levél utalhat a lelki társadra is, hogy itt meg lesz a bizalom, a közeledés, és a halak jelentik a belső értékeket, hiszen meg lesz a megbecsülés a részéről. Te értékes vagy számára. És most átküldöm a gyertya energiáját. Melyik szó jutott most eszedbe? Ennek a szónak vagy mondatnak, talán egy képnek egy nagy jelentősége van számodra. Egy lelki üzenet. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.